A vízesportok kedvelői biztosan tudják, hogy Vajda Attila a 2008-as pekingi olimpia aranyérmese volt 1000 méter kenu szakákban. Vajda Attila két dunaújvárosi tanítványával egy rövid edzőtáborban vett részt a City Gas Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesület meghívására. Még edzés előtt beszélgettünk Vajda Attilával és Virág Tiborral a soron következő versenyekről és az edzői munkáról. Úgy látom, hogy kettőjük között Attila az, aki fáradtabb és izzadtabb, hiszen most jött meg a vízről. Milyen a tiszafüredi víz, hogy érezte kint magát? Köszönöm szépen, jól. A legutóbbi itt létem alatt megbeszéltem a Tibivel, hogy hozok már hajót is, és kicsit itt körbevezgetem a tájat. Úgyhogy kifejezetten élveztem, tükörvizem volt, szóval azt gondolom, hogy a dunaújvárosi Nagy-Duna után ez felüdülés volt nekem, ez a 10 kilométer. Az egyetlen bajom az talán inkább a bögyökkel voltak, melyek így az evezésem alatt megpróbáltak megtámadni, úgyhogy közelharcot kellett velük vívnom a hajóba maradásért, de ezt leszámítva nagyon tetszett meg, amúgy is tetszik ez a régió nekem. Szúnyog az nem volt most éppen? Most éppen azzal nem találkoztam, vagy nem volt időm már foglalkozni, annyi bögöly volt körülöttem. De tényleg én azt gondolom, hogy amúgy is tiszai vagyok, hiszen szegedi születésű, származású. Nekem a Tisza az valahogy mindig egy közelebbi vízközeg, úgyhogy jó volt ezt a felső régiót is egy picit megevezni. Tibortól kérdezem, hogy Attila milyen minőségében van itt, vendégként, vagy pedig egyéb feladatok van? Mint edző, úgy van most itt, dunaújvárosi lányokat hozott magával, akik a tiszafüredi lányokkal párosoznak most így edzés jelleggel, aztán meglátjuk, hogy majd verseny is lesz-e belőle, most teszteljük ezt a két lánypárost. Most először van a négyes egy hajóban, vagy már korábban próbálkoztak? Nem négyes, hanem két darab páros lesz belőlük. Ültek már együtt, és még mindig a folyamatban vagyunk, hogy ugye párosban van olyan, hogy összeül két ember, és azonnal nagyon jó az egység, és mindenki tudja, hogy ez tökéletes, és van olyan, hogy tesztelgetni, próbálgatni kell, mi most ezt csináljuk. Hogyan találták meg Attilát, hogyan találtak meg, az nem is kérdés, hogyan találták meg a másik két lányt, hogy jött létre a csoport? Ugye a lányok ismerik egymást a versenyekről, és tavaly az ORV-n Attila készítette a magyar négyest, amiben a mi versenyzőnk Pető Adél is benne volt, úgyhogy ők már dolgoztak is együtt, Attila meg Adél, meg Csenge, a Boldis Csenge, akivel most Adél párosozik. És tavasszal én hívtam fel Attilát, hogy mit szólna hozzá, hogyha kipróbálnánk a két lány párosban. Ő igent mondott, aztán hozott még egy lányt, és így a Csengeri Evelinnek is lett egy dunaújvárosi párja. Láttam már a szövetségnek a naptárát, azért vannak nagyon konkrét időpontok, van néhány, amit egyesületek szerveznek kisebb versenyek, de azért már ott van a vidékbajnokság, a magyar bajnokság és az ORV. Melyikre hogyan kell készülni? Hát egyenlőre vidékbajnokság az csak azért, hogy versenyezzenek. Mi már így a nagyobbak oda nem szoktunk elmenni, mert nekik nem kötelező elindulni, de ebben az évben elfogunk. És utána a magyar bajnokság az, ami eldönt minden tulajdonképpen. Most ez az egy válogató verseny lesz, és majd az megmondja, hogy ki merre tud tovább menni. Lesz ORV, nem lesz ORV, esetleg maratonozni kell még utána. Az ORV időpontja és helyszíne még most is bizonytalan? Talán a legutóbb még bizakodóbban nyilatkozta. Szegeden lesz az ORV, ez 100%-ig biztos, és hogyha a járványügyi helyzet nem rosszabbodik, nem változik rossz irányba, negatív irányban, akkor az az egyik legbiztosabb verseny a nemzetközi versenynaptárban. Ezekre a versenyekre hány korosztály, hány versenyző készül? Úgy egy nagy számot kérek szépen. Hát ez általában 15-16-17 éveseknek van, három korosztálynak, de az ifjúsági mezőny az pedig 17 és 18 éves, és mivel az idén elmarad a világbajnokság, és valószínűleg az Európa-bajnokság is, ezért a 18 évesek nemzetközi verseny nélkül maradnának, és ebben az évben rendhagyó módon nekik is rendeznek majd itt versenyeket. Láttam nagyon sok egyesületi versenyt, ezeknek a minőségét, súlyát nem tudom megítélni. Érdemes esetleg a lányokat, a gyerekeket oda elvinni, hogy egyáltalán a verseny hangulatot gyakorolja? Ezek inkább a kisebb gyerekeknek vannak ezek a versenyek. Ezeknek a lányoknak ők már nem szoktak ilyen versenyeken elindulni, ők inkább válogatókon, magyar bajnokságon indulnak. Ha jól emlékszem, akkor a vidékbajnokság Szolnokon, lehet, hogy a magyar bajnokság is Szolnokon lesz. Ez jó, mert ismerős a pálya?
Faddomboriban lesz a vidékbajnokság. Bocsánat, akkor eltévesztettem. Jó messze van tőlünk, de mondjuk én szeretek oda menni. Szerintem egy jó hely. Voltak már ott a gyerekek, hát ott akkor van gond, hogyha fúj a szél. De szerintem ez a tiszafüredieknek nem gond, mert mi akkor is kiszoktunk menni a Tiszára, úgyhogy egy szeles pálya még akár előny is lehet. Még egy kérdés az edzésekről. Milyen gyakran, egy nap hányszor hívja edzeni a gyerekeket? Hát változó, minden nap van edzés, hét minden napján, kivéve persze a szombat-vasárnapot, bár sokszor szombaton is edzenek, és nem ritkán napi kettő, vagy inkább csak akkor nincs kettő, hogyha már pihentetni kell őket, inkább így mondanám, tehát nyáron a napi kettő a jellemző. Ez a hőség, ez mennyire zavarja a gyerekeket? Inni kell nagyon sokat, és oda kell figyelni a terhelésre. Azért ez nem teljesen optimális. Köszönöm szépen ezt a rövid tájékoztatót, és remélem, hogy a vidékbajnokság után majd találkozunk, hogy milyen eredményeket sikerült elérni. És ha megengedi, akkor most nem minden nap van olimpiai bajnok itt Tiszafüreden, meg önöknél sem, akkor Attilát nyaggatnám. Láttam a gyönyörű szép sport eredményeit, és azt, hogy egy ilyen 15-16 év igen sikeres pályafutás áll ön mögött. Van olyan, amit érdemes kiemelni az eredmények közül, így utólag? Hát igazából bármelyiket kiemelhetném, hiszen mindegyik eredmény hozzátett az életem, ez a karrieremhez. A negatív eredményt is azt gondolom, hogy tanulmányként fogtam fel, és tanultam belőle, javítottam azokon a hibákon. Legnagyobb eredményem nyilván az olimpiák, amelyekre azt gondolom azért lehetek büszke, hiszen 13 éves koromban döntöttem el azt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, vagy hát, hogy szeretnék lenni, és azt mondhatom, hogy az a 13 éves fiú az valóságot álmodott és dolgozott érte, úgyhogy elérte a célját. Ma már úgy érzem, hogy edzőként próbálok helytállni és megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyeket kihívásként árok magam elé. Foglalkozok kenusokkal és kajakos lányokkal egyaránt, most a kajakos lányokkal vagyok itt éppen, és szépen apránként ugye azokat a célokat, amelyeket versenyzőként kitűztem magamnak, azokat ugyanígy megpróbálom feltűzni a létrára, és szépen apránként behúzni lépésről lépésre. Tavaly az URV-n a Boldis Csengével 3-ból 3 számban tudtunk aranyérmet szerezni, úgyhogy ez mindenképpen, illetve a magyar bajnoki címet elérni. Idén is valami hasonló lenne a cél, hogy ezeket a dolgokat, hiszen nekik ugye nem lesz világbajnokság és Európa-bajnokság. Van mellette egy olimpikonom, akit próbálok felkészíteni a következő olimpiára. Nyilván ez egy nagyon nehéz feladat, több szempontból is, úgyhogy az is egy kihívás, de úgy érzem, hogy a sportpályafutásomban nincsenek hiányok, hiszen abban mindent el tudtam érni, amit el lehet érni ebbe a sportban. Úgy hallom, hogy szívesebben beszél az edzői munkájáról, mint az egykori sport eredményekről vagy sport teljesítményekről. Maradjunk akkor ennél. Említette, hogy van egy kimagasló tehetsége. Egy edző, egy kajakenus edző hogyan találja meg a tehetséget? Véletlenül látja meg, véletlenül találkoznak mondjuk egy egyesületben. Hogyan találja meg tehát az edző a tehetséget? Azt gondolom, hogy szerencse kell hozzá, hiszen nagyon sok ember megy keresztül a sportegyesületeken belül, és valakihez idő kell, hogy kialakuljon, hogy meglássuk benne a lehetőségeket, valakit azonnal látunk, de legfőképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen meghatározhatatlan folyamat, amikor egy edző megtalál valakit. Ez ilyen sorsszerűnek kell, hogy legyen, mert néha egy nagyon jó edző is el tud veszíteni olyan komoly tehetséget, akiből lehetne valami, és egy kevésbé jó edző is talál magának gyémántot. Szóval én úgy érzem, hogy ez valamilyen kisebb szerencse is kell. Másrészt meg leginkább oda kell figyelni arra, hogy elsősorban nem a tehetségeket kell keresni, hanem a gyereket kell látni abba, hogy szeresse meg, legyen érdeklődő, motivált, és utána rábírni arra a feladatra, amiben majd utána később eredményeket tud elérni, és amikor már lesz kellő tapasztalata és döntéshozatala arról, hogy mit szeretne csinálni, akkor végül el tud válni az, hogy valaki mennyire tehetséges és mennyire szorgalmas, és hogyha ez a kettő valahol összetalálkozik, és jó edző is kerül mellé, akkor beszéltünk arról, hogy tehetség és siker.
Tegyük föl, hogy jön egy jó edző, hiszen már le tudott tenni az asztalra eredményeket. Egy kajakos vagy kenus gyereket mikor kezd el komolyabban edzeni vele? Hány éves kor az, amikor már megmutatkozott a tehetség, és el lehet kezdeni egy komoly munkát? Úgy gondolom, hogy érdemes elkezdeni ezt a sportágat olyan 9 éves kor környékén, mire azért a gyerek felnől, addigra vízbiztossá válik, megtalálja magának a társaságot, megtalálja a közeget, ismeri azt, hogy mit kell vele kezdeni. Egy 12-13 éves korú versenyzővel már azt gondolom, hogy egész jól lehet dolgozni. Ő még gyerek, tehát őre még nem lehet igazi nagy munkát, terhelés bízni. Én azt gondolom, hogy serdülőkorú 15-16 éves az az első olyan korosztály, akire már úgymond komolyabb munkát lehet rábízni, és vele lehet úgymond nagyobb célokat elérni. Tehát én úgy érzem, hogy a 16 éves, 15 és 16 éves kortól lehet egy versenyzővel már úgy dolgozni, hogy céltudatosan, kitűzött célunként, meghatározott eredményeket, időket fejleszteni. Addig még azért egy picit nehezebb, hiszen ott sok a lemorzsolódás, a középiskolába való átjutás, ezek mind-mind olyan vízválasztó pontok, amelyek el tudják még vonni a versenyző figyelmét, akár az egész sporttal való kapcsolatát, tehát én úgy gondolom, hogy nagyjából 15 éves kortól lehet azt mondani, hogy komoly és eredményes munkát lehet végezni egy versenyzővel. Valahol azt nyilatkozta, hogy az élversenyzés mellé, tehát aki komolyan kitűzi célul, hogy olimpiára szeretnék menni és esetleg megnyerni, tehát egy élversenyzőnek tulajdonképpen se a munka, se a tanulás, se a barátok nem férnek bele. Amikor van egy tehetséges 17 évese, akkor ezt elmondja neki, hogy most erre föl kell tenned az egész életedet, és nincs is más, csak a sport? Igen, ezt általában azért el szoktam mondani, de kiemelem azt, hogy nyilván a középiskolai végzettségeket azt mindenképpen el kell végezni, tehát az a minimum, amit úgy gondolom, hogy egy versenyzőnek abszolválnia kell, és az sem baj, hogyha tovább tud tanulni, de azt mindig hozzáteszem, hogy ez a fajta munkamorál az nagyon nehéz, és nagyon nehezen összeegyeztethető az élsporttal, nagyon kevés olyan sportoló van, aki ezt tökéletesen össze is tudja hozni. Nyilván ezért vannak a levelező képzések, olyan szakok, illetve halasztások, amelyek már felsőbb, tehát egyetemista főiskolásoknál már inkább megszokott. Azt tudni kell, hogy egy 17-18 éves versenyzőnek már komolynak kell lenni ahhoz, hogy tudja, hogy mit szeretne elérni, hiszen itt már megalapozza azt, hogy komoly lépéseket tud tenni a felnőtt versenyeken való részvétele felé, hiszen itt megtanul olyan dolgokat, a munkához való viszonyt, a kitartást, az alázatot, a különböző fájdalomküszöböket, amelyeken azért nap mint nap át kell menni. Szóval egy-egy edzés azért nem olyan egyszerű egy ilyen 30 fokos hőségben kimenni a vízre, amit elébb is mondtam, tehát a vízben lenni jó, de a vízen lenni már kevésbé, tehát hogy ott azért a páratartalom, a fáradtság, a hűség, a kimerültség nyilván veszít az ember a koncentrációból, tehát éppen ezek miatt a dolgok miatt megtanul olyan határokon dolgozni, amelyek nélkül nem lehet eredményt elérni. Az előbb beszélt a tanulásról, és arra jutott eszembe, hogy befejezte már az edzői végzettséget? Van egy edzői papírom, jelen pillanatban az ELTE-n folytattam tovább szakedzői képzésemet, úgyhogy folyamatban vannak a különböző iskolák, amelyeket el kell végezni. Én most azért is jelentkeztem ide az ELTE-re, hogy még magasabb szinten tudjam űzni az edzőséget, illetve nyilván nem titkolt szándék az, hogy később bármilyen szövetségi poszton nélkülözhetetlenné válik ez a fajta diploma, ennélkül nem lehet bármilyen titulus betölteni, tehát hogyha véletlenül bármilyen úton, módon oda kellene, hogy üssök, akkor ezt így is, úgy is meg kell csinálni, úgyhogy úgy voltam el, hogy ha már így is tanulom, meg úgy is tanulom, akkor ezt legalább két legyet egy csapásra. Szeretnék a sportoló lányokra visszatérni. Most, ha jól tudom, egy-két napig vannak csak itt. Lesz-e még lehetőség arra, hogy összeszokjanak, hogy együtt edzenek? A Cseng és az Adél párosa az már többedik ízben ül össze. Most azért is vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy mik azok a lehetőségek, amelyekben biztosíthatjuk ezt a két versenyzőnek a további jövőjét. A másik két lány az másodjára fog összeülni.
múlt héten Szolnokon volt első ízben nekik egy próbálkozásuk, ezt mi sajnos nem tudtuk Modorcsónak követni, úgyhogy a két lánynak az elmondásaira bíztuk a döntést. Ebből apropójaként jöttünk el, és ma tényleg azért vagyunk itt, hogy a két lányt is megnézzük, hogy hogyan állnak a mozgásaik, mennyit kell rajtuk csiszolni, mik azok, amik összeférnek, mik azok, amikkel javítani kell, illetve hogy megbeszéljük azokat a későbbi célokat, amelyekkel közös nevezőre tudunk jutni a jövőt illetően. Tehát én azt gondolom, hogy eddig nagyon jó a munka, így szerettünk idejönni, a lányok is jól el vannak egymással, a barátoknak tekintik egymást. Ez mindenképpen nagyon fontos egy hajóegységben, hiszen közös a cél, és csak egyféleképpen lehet nyerni, hogyha mind a két versenyző ugyanarra gondol, és ugyanazt akarja. Ez tulajdonképpen az ORV-re való konkrét felkészülés? Ez konkrétan inkább a magyar bajnokságra való felkészülés, hiszen az lesz majd a válogató versenye az ORV-nek, tehát ez az első lépcső, ahol meg kell méretetniük a lányoknak igazán komoly szinten magukat, és hogyha ez sikerül, akkor igen, utána következik egy olyan felkészülési ciklus, amelyben már konkrétan csak az ORV versenyszámokra, a kijutott versenyszámokra lehet koncentrálni. Most még meg kell találnunk azt, hogy melyik egységben induljunk, és hogy hogyan kezdjük el felépíteni őket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szaladok egy törülközőért, vagy hideg vízért, mert tényleg nagyon meleg van. Köszönöm, és viszontlátásra. Köszönöm szépen. Minden jót.